Köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket, és nagy tisztelettel köszöntöm Somkoti Bálintot, biztonságpolitikai szakértőt, hat történészt, az MCC geopolitikai műhelyének kutatóját. Szertus. És köszöntöm üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást. Elmondom azért itt is, hogy a negyedik generációs hadviselés című könyvről beszélgettünk itt az előbbiekben. Ezt, azt az adást majd egy picit később lehet megtalálni a csatornán. Most aktualitásokkal fogunk foglalkozni, de addig is a könyvet lehet keresni. És hát ami aktualitás és a mai napnak a főhíre azt is elmondom, hogy most közel három órakor beszélgetünk, veszük fel ezt az adást, tehát mindent nem tudunk, amit esetleg később fog kiderülni, de az, ami biztos, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellátogatott Kijevbe, Tegnap kezdődött a magyar EU soros elnökségnek az időszaka, fél évig fog tartani. Ma van a második napja, és most a második napon már Kijevbe utazott Orbán Viktor a sajtóhírek szerint a békének a lehetőségeiről fog tárgyalni Volodymyr Zelenszkijjel. Először is azt kérném, hogy egy kicsit véleményez nekünk magát ezt az egész hírt. Mit gondolsz erről? Ugye a háború kiterős, óta ez az első alkalom, hogy a magyar miniszterelnök egyébként Ukrajnába látogat, és Volodymyr Zelenszkijel személyesen tárgyal. Voltak EU csúcsok, ahol összefutottak, találkoztak, erről vicces és kevésbé vicces videók is kiszivárogtak, de ilyen hosszabb megbeszélésre én nem emlékszem. Én ez egy rendkívül komoly eredmény véleményem szerint, és nagyon-nagyon reményteli az, hogy ez a találkozó létrejött, mert a magyar kisebbség 14 utáni jogfosztottsága volt az alapvető oka annak, hogy a, a ukrán-magyar kapcsolatok megromlottak, és a magyar fél többször érezte a szándékát, hogy amennyiben ezen az ukrán vezetés kíván változtatni, és ténylegesen lépéseket tesz ennek érdekében, akkor ők készek a kommunikáció és készek arra, hogy megbeszéléseket folytassanak minden más egyéb területen is, de elég sokáig erre negatív válaszok érkeztek, és az elmúlt időszakban házastán megindult az enyhülés szemlátomást, és a kollégáim is, akik jártak in kárpát egyértelmű pozitív változásokról számoltak be, úgyhogy miután a magyar kérések meghallgatásra találtak az ukrán vezetés részéről, várható volt, hogy előbb-utóbb valami történni fog ezen a területen, maga a tény azért elég nagy meglepetés volt, hiszen szóval semmilyen előzetes bejelentés nem előzte meg, viszont az is nagyon sokat mond, hogy Magyarország, mint az EU soros elnöke, és a magyar miniszterek, mint az EU soros elnöke látogatott el Ukrajnába, tehát ez az üzenet egyrészt egyszerre belpolitikai és hazai, másrészt mindenképpen külföld és nemzetközi vonatkozásban is jelentős. Tehát az Európai Uniós pozíció, ami ugyan ideiglenes, most itt a soros elnökségre gondolok, az nem elhanyagolható ebben a kérdésben ilyenkor. Úgy gondolom, hogy nem. Úgy gondolom, hogy nem. Ez nagyon-nagyon pozitív mert abból a szempontból, hogy sok szó esett arról, hogy Ukrajna szeretne az Európai Unió csatlakozni. Magyar részről pedig folyamatos kérés volt, hogy javítsanak a magyar kisebbségnek a helyzetén, és utána lehet ezekről a kérdésekről tárgyalni. Miután ezek megtörténtek, ezért elkezdődhet ez a folyamat. És ugye hivatalosan is az Európai Unió meghívta Ukrajnát a csatlakozásra, onnan ez egy jelentős lépés előre, és nagyon ö, nagy örömre és büszkeségre tart ö, számot a részünkre, hogy erre rögtön a másnap sor került. Tehát ez azt jelenti, hogy egy nagyon komoly előkészítésen vagyunk túl, aminek egy, ez a megkoronázás, ez a találkozó. Úgy tudom, hogy magának a találkozónak is volt egy ilyen feltétele egyébként, hogy a magyar kisebbségeknek a helyzetében valami konkrétum, ígéret, tehát valami valami szülessen, és úgy tűnik, hogy Ukrajna most nyitott egyébként ezekre a, a, a reformokra, lehet ezt így nevezni. De milyen reakciók születtek ugye Orbán Viktornak az útja kapcsán, még a Ugye a tárgyalások jelenleg folynak, úgyhogy ezeknek az eredményeiről még nem nagyon tudunk beszélni, de arról igen, hogy hogyan fogadta a nagyvilág, úgymond ezt a látogatást. Meglepetésszerűen ennek nevezték többen. A The Guardian-ben az jelent meg, hogy az orosz barát politikus ellátogat Ukrajnába, most csak itt a jelzőkre visszatérve, itt régen beszéltünk a jelzőkről. Előrelépésnek tekinti David Pressman, az amerikai-magyar nagykövet, és hát azt lehet látni, hogy az ukrán sajtó viszont még megragadt egy előző szinten, ugyanis olyan jelzőkkel illetik a magyar miniszterelnököt ezekben a lapokban, amelyek hát nem, nem, nem túl barátságosak. Félemelő, hogy egy háborúban álló országról beszélünk, amelyik a amelyikben teljesen logikus az, hogy a sajtón egy elég komoly ellenőrzés van. Ez lehet a ukrán kormányzat óvatossága, vagy megelőző lépése, vagy bármi. Tehát miután konkrét sajtószabadságra egy háborúban álló ország esetében soha nem beszélhetünk, tehát soha semmikor nem volt sajtószabadság egy háborúban álló országban. Ezért úgy gondolom, hogy ez egy olyan óvintézkedés az ukrán vezetési részéről, amely, hogyha ne agy hogy isten a nem járnak eredménnyel, akkor utána vissza lehet, lehet hivatkozni. Én ebben semmi kivetni valót nem találok, az ukrán állásponton Magyarországgal szemben kőkemény volt, sőt, még keményebb volt sok esetben, mint az amúgy is kemény álláspont. Például Németországról itt emlékezünk csak a korábbi ukrán nagykövet asszonynak a kijelentése, hogy majd a sírban lesz Magyarországnak stratégiai nyugalma egyebek, Tehát itt azért van egy olyan gyakorlatilag tíz év alatt elromlott kapcsolat, amit azért nem lehet egyik például máskor helyreállítani, de ugyanúgy, ahogy például a Szerbiával egy több száz éves, vagy mondjuk így két-háromszáz éves negatív spirál sikerült megszakítani és ellenkező irányba fordítani, amely szintén nem járt, mondjuk így, negatív visszhangok és felhangok nélkül, ugye ebben az esetben is megvan rá remény. Úgyhogy az a helyzet, hogy ez a hosszas előkészítés után bekövetkezett állapot erőállatot, szerintem az mindenképpen bizakodásra ad okot. Hát az ukrán sajtó is előbb-utóbb majd alkalmazkodik az új szituációhoz. Szerintem mind a két vezető számára fontos az, hogy ez a tárgyalás a sikerrel járjon, és emiatt mindent meg, fog, mindent meg fognak tenni azért, hogy ez, ez, így sikerüljön. Ugye, amikor a műsorra vártam, addig olvasgattam a híreket, amik egy ukrán portálon jelentek meg, és a hozzáírott kommenteket, és ott is többségében voltak a negatív kommentek, de olvastam egy olyat, ami konkrétan azt mondta, hogy miután Magyarország az EU tagja, voltak kifogásai Ukránával kapcsolatban, független attól, hogy mit gondolunk arról mi ukránok, hogy ezek a kifogások jogosak vagy semmit, ők bent vannak, mi meg kint nekünk kell alkalmazkodni. Mi Orbán Viktor egyébként azzal indokolta a találkozást, hogy az Unió soros elnökségi tisztének a betöltése véget olyan ügyekkel foglalkoznak, ami az Európai Uniót érinti, és azok a válságok, amelyek az Európai Unió egészét érintik, fontosak a soros elnökség szempontjából is. Ezért vezet az első útja Kijevbe, mert ez az, az a válságóc, ami a leginkább hat most az Európai Unióra. Pontosan ez teljes mértékben így van, és ha sikerül előrelépéseket elérni, amiben szinte biztos vagyok, hogy így lesz, az minden szempontból pozitív hatás fog gyakorolni úgy a válság csökkenésére. Ugye az ukrán vezetés nem sokkal korábban kezdett el pozitívan beszélni egyesleges békekötésről, tehát most már nem hangzottak el olyan, mondjuk így ideális felvetések, amelyek korábban. És tegyük azért hozzá, hogy Magyarország mindent megtett azért, hogy az Európai Unió szankciópolitikáját támogassa. Tehát egyetlen egy olyan szankciót nem akadályoztunk meg, amelyeket az Európai Unió be akart vezetni Oroszországgal szemben, csak annyit kérdezünk, hogy mi maradhassunk ki belőle. Tehát, hogy itt azért a, a, például a guardian a vágyai azért igen igen csak durvak, és azért hozzá kell tenni, hogy például Moraviecki lengyel volt kormányfő, akit azért nem lehet orosz barátsága vádolni, megvédte Magyarországot, hogyha szigorúan nézzük, akkor mindig elmondtuk a véleményünket, de a végén mindig beleegyeztünk ezekbe a, 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 a megoldásokba. Tehát ezeknek egy jelentős része azért nem annyira tényekről szól, hanem sokkal inkább a vélelmezett ideológiai küzdelemről. Dimitri Peszkov az orosz elnök is hajtótitkár egyébként újságíróknak úgy reagált Orbán Viktor látogatására, hogy nem várunk el semmit, ez egyértelmű Magyarországnak, amely ebben az időszakban lett az EU soros elnöke, természetesen teljesítenie kell a feladatait. Ez emögül azt olvassa ki az ember, hogy, hogy, Orbán Viktor elment Kievbe, de lehet, hogy küldték. Én ezért nem mennék ennyire messzire. mert amikor a Xi Jinping járt, ha jól emlékszem, Franciaországba járt talán, és akkor voltak ilyen, ilyen felhangok, hogy akkor Vladimir Putyin üzletét vitte. Na most azért szerintem Xi Jinpinget nem tudja el Vladimir Putyin elküldeni Franciaországba a Párizsban, hogy tárgyaljon, igen, postásként. Az lehet, hogy fölkérték közvetítéssel, tehát hogy de lehet, hogy politikailag semleges ez a kifejezés, szerintem sokkal közelebb áll a valósághoz. Tehát előfordult, hogy az Európai Unió is megkérte, hogy közvetítsen, mert azért az Európai Uniónak sem az érdeke, hogy ez a háború és ez a konfliktus folytatódjon. Tehát valahol szerintem a szándék a, a, a a hasznossal, és ennek az eredménye az, amit látunk. Ugye különösen úgy, hogy a, a úgy néz ki, hogy közeledtek az álláspontok, és az orosz és az ukrán vezetés és a békéről és a tárgyalásokról kezdett el korábban kategorikusan elutasítottak. Tehát valahol most úgy látszik, hogy, hogy elkeindult egy olyan folyamat, amiben a magyar vezetésű EU elnökség is komoly szerepet tud játszani. Ami még kiszivárgott eddig erről a megbeszélésről, az az, hogy a kárpátaljai magyarok magyar kisebbség helyzetéről tárgyaltak, egy magyarországi ukrániskola iskola megnyitásáról tárgyaltak, illetve Zelenszky úgy fogalmazott, hogy két szomszédos ország tárgyalta meg egymással végül is a szomszédos ügyeit, tehát hogy nyilván az egymással való alapvető kapcsolatokra tartozó kérdéseket. Itt azt nem nagyon találtam eddig, de mondom, itt még elég friss híreket nyitottam meg, nem is volt idő teljesen átolvasni, hogy mint Európai Unió soros elnökre hivatkoznának egyébként, hanem mint mint a magyar ukrán kapcsolatoknak egy enyhülése ez lehet, hogy egy, egy, egy fordulat, csak lehet, hogy az Európai Uniós ügyek még nem kerültek elő, és lehet, hogy az Európai Unió egy nagyon jó takaró volt ebből a szempontból, amiről nem illik, vagy nem szokás beszélni, hogy ezt a fajta kapcsolatot rendezzük. Normál esetben az, hogy két szomszédos ország meg tudja beszélni az ügyét, azon az alapelvárás a XXI. században. Hogy nem üzengetéssel, erődemonstrációval, stb. kommunikálnak egymással, hanem leülnek és megbeszélik a, a problémákat, normál esetben minden egyes ilyen tárgyásnak kompromisszum az eredmény, ami senkinek se jó. Tehát ez a lényege a kompromisszumnak, hogy mindenkinek fáj egy kicsit. meg különben meg, meg erőfitoktatás és erőpolitizálás van, ami nem jó. És hát 21. században nem is vezet túl sok eredményre, mint azt a konfliktus és háborús mutatja. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy azok a kifejezések az Zelenszki elnök pontosan arra mutatnak rá, hogy elindult az a normalizálódás, ahol a két szomszédos állam megbeszéli egymással a problémáit, és nem erőből próbálja megoldani. Most ettől látok a látogatástól függetlenül te közel érzed már azt, hogy legyen egy tűzszünet ebben a konfliktusban? Én annyiszor tévedtem már ezekkel a kapcsolatokkal, ezzel a, ezzel a kimenettel kapcsolatban, hogy kifejezetten javasolták. Szeretem ezt a kérdést. Szeretem ezt a kérdést, és mindig kötelesen ezek, hogy valami konkrét választ adjak rá, úgyhogy most nem fogok rá konkrét választ adni. Amit látok, hogy eddig ezekről a dolgokról nem esett szó. Tehát eddig ez a fogalom ez tabu volt mind a két fél részéről. Most már mutatkozik rá nyitottság, ez reménykeltő, és azt mutatja, hogy elindult egy folyamat, hogy mikor lesz vége, de szóval jóisten kívül senki se tudja. Beszéljünk egy picit akkor egy-két aktuális híról, ami most még beleférít a mm, előttünk lévő pár percbe. Ugye, amit lehet tudni a front állásáról, az az, hogy Harkivnál lelassultak az oroszok, de ez olyan nagyon nagy felélegzést azért nem jelentett az ukrán katonák számára, ugyanis egy nagyon hosszú front szakaszról beszélünk, és ugye több helyen egyszerre folynak azok az offenzívák, amelyeket az oroszok indítottak. Nemrégen járt egyébként Oroszországnak az elnöke Észak-Koreába, ott megállapodásokat kötött valószínűsíthetően lőszerekre vonatkozóan, akár eszközökre vonatkozóan, Iránnal készülnek aláírni egy átfogó megállapodást hasonló védelmi kérdésekben, illetve eszközök tekintetében. Tehát innen nézve a helyzetet, Ukrajnának az lenne az érdeke, hogy valamilyen módon befejeződjön ez a háború. Sőt, tehát a hírek szerint észak-koreai műszaki katonák mennek Ukrajnába, illetve az orosz kizárólag ukrán területekre. Tehát ez azért egy, 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 elég komoly együttműködést mutat, ha egy ilyen kontingens valaki elküld. Úgyhogy most vagy igaz, vagy nem, de hogy voltak erről szóló hírek is. én azt hiszem, hogy az a, vagy úgy gondolom, hogy az a változás, amit az ukrán kommunikációban látunk, az az egyértelműen a front helyzet eredményeképpen jött létre mert mi más lenne az oka. Tehát ö, ö, gyakorlatilag azok a folyamatok, amiket a, a, a szerint 1200 km hosszú fronton alatt láthatunk, hogy, hogy, most Harkovnál megállt az orosz előrenyomulás, viszont a Jivka mellett felgyorsult. nál nincs előrenyomulás, Zaporizsében nincs előrenyomulás, viszont Kremennajánál megint egy, egy másfél-két kilométeres orosz erőletörés volt, amit kor, korábban hónapokig tartott, most két nap alatt abszolváltak egy több falvat érintő előrenyomulás. Tehát folyamatosan megy ez a csiki a határ teljes hosszúságában, és az a folyamatok, amikről beszéltem, hogy a trendeket kell néznem, az aktuális dolgokat, és azokat vissza lehet fordítani, de a trendeket nagyon néz megváltoztatni, azok, mint hogyha már meghozták volna a hatásukat a felekre. Nyilván az orosz orosz veszteségek és az orosz áldozatok sem alacsonyak. Tehát az, hogy Oroszország ténylegesen pozitívan nyilatkozott az ukrán tárgyási szándékra, az is arra mutat, hogy tényleg közel lehet a megállapodás, de hogy ez a közel, hónapokat jelent, heteket jelent, vagy éveket, ezt lehetetlen megmondani. Mit szólsz ahhoz, hogy itt úgy tűnik, hogy Fehér Oroszországgal szemben is alakul egy hát a konfliktus az lehet, hogy túlzás, de egyfajta ilyen kommunikációs adok kapok legalábbis ukrán részről. Te reálisnak látod azt, hogy akár Fehér Oroszország hadviselőfélként is belépjen ebbe a háborúba, azon túl, hogy tudjuk, hogy valamilyen támogatást azért már nyújt. Most a... vállalom, hogy cinikus vagyok, és vállalom, hogy rossz indulatú vagyok, hogy kérek minden hallgató, hogy úgy értem ez a mondataimat, és ez itt most a rossz indulat helye, uh, amikor Franciaország már két térden állt, akkor Mussolini belépett a, a folytatott hadjáratba a németek oldalán 1940. júniusában. Tehát a május végére Németország térdekésztette a Franciaországot, és az olaszok pedig beléptek lényegében egy héttel a kapituláció előtt. Tehát ennek van egy ilyen érzése, hogy hozzáteszem, most kifejezetten rossz indulatú voltam ezzel a területen, van egy ilyen előszele, és ennek lehet része az az ukrán kampány, ami a és információk alapján igyekszik Belarusiát elrettenteni ettől. Tehát ez is benne van a pakliba, de ez az én vállalata a rossz értelmezésem volt. Bármi megtörtént, ez, ez, a háború, ami mindenre volt eddig, ugye az első támadás Kiev irányába szintén belorusz területről indult, tehát lehet, hogy hasonlónak a megismétlésre készülnek az oroszok és a beloruszok együtt. Igen, már csak azért is, mert itt a kommunikációt említettem az előbb, de azért ennél több történt, ugye csapatokat vezényelnek a ukrán belarusz határhoz nagyobb számban, ami nyilván, hogy Ukrajna részéről egy olyan stratégiai döntés, hogy kevesen vannak azokon a front is, amiről eddig beszéltünk, hiszen az ember hiányról halljuk a híreket folyamatosan, tehát ha innen átcsoportosítanak, vagy oda küldenek katonákat, akkor valószínűleg egy Veszélyérzet van e mögött. Abszolút. Nyilván a feltételes adatokat megkapta az ukrán vezetés, amiben az látszott, hogy belarusz erők tartanak a határ felé, vagy kezdtek el ott bázisokat építeni, vagy valami, és erre megfelelően lépéseket kell tenni. Ugye ne felejtsük el, hogy a legközelebb Kievhez a belarusz határ van. Tehát uh, az onnani támadás megismétlődhet, és ugye a Harkovnál is láttuk, itt hát a Harkív megyébe is láttuk egész pontosan azt, hogy azért a védvonalak nem voltak olyan állapot, mint ahogy állították, hogy vannak. Tehát itt is egy hasonló helyzet előfordul, azt élő erővel lehet csak ellensúlyozni. Na még egy hír akkor Ukrajnáról. Azt rebesgetik, hogy egy pucsot sikerült meghiúsítani, ugye Zelenszki lett volna a célpontja ennek a pucsnak, és hát vannak már olyan hangok, hogy az ukrán társadalom annyira elégedetlen, csak ezt igazából nem nagyon tudják kifejezni, mert hogy Atti demokratikussá fordult ö, Ukrajnában az élet, hogy, ö, hogy akár egy ilyennel fognak megpróbálkozni. Te látsz erre Most ezt meghiúsították a hírek szerint, de hát ez nem kizárható egy ilyen. Volt kizárható. arról is ír, hogy a, az elnöki testőség két kellett letartóztatni tartóztatni hasonló összeesküvésére néhány héttel ezelőtt. Én ezekben a dolgokban talán annyira azért nem hiszek, mert, mert kontraproduktív állandó erre hivatkozni de az is lehet, hogy annyira kétségbe esett a helyzet, hogy annyira kétségbe esett, neki érzik a helyzetet egyesek, hogy erre hivatkoznak. Én nem hiszem, hogy két évvel a háború kiroban, több mint két évvel, két és fél évvel a háború kirobbanása után lennének még aktív oroszbarát szereplők Ukrajnában. Az viszont előfordulhat, hogy a, a például a mozgósítás és egyéb gondok miatt vannak ö, olyan csoportok vagy egyének, akik úgy gondolják, hogy egy elnök elleni merénylet vagy támadás lehet a megoldás a problémáikra ezt nehéz innen megítélni. Szerintem én ezeket kicsit propagandának tartom, A különösen azért, mert semmilyen látható nyoma nincs. Tehát mondjuk egy, egy például a bolíviai pucshoz hasonló megmozdulásnál voltak arról felvételek, meg hírek, hogy megmozdult valaki, vagy valami. Az ilyen, most azért mondom a sundán bundámat, hogy a szőnyeg alatti összeesküvések, azok vagy igazak, vagy nem. Tehát, Láttunk ilyet Törökországban is. Pontosan, tehát hogy ezek, ezek, ezeket, lehet, ezeket a híreket fel lehet használni a lakosságnak a befolyásolására, és fel lehet használni arra, hogy tényleges folyamatokat elepezzenek vele, úgyhogy lehetetlenül válaszolni. Ha már a negyedik generációs hadviselősről volt szó. És akkor itt meg is köszönöm, hogy itt voltál velünk, és a negyedik generációs hadviselés című könyvet pedig ajánlom mindenkinek, aki szereti az ilyen olvasmányokat. Sankudi Bálint volt a vendégünk, biztonságpolitikai szakértő az MCC geopolitikai műhelyének kutatója. Köszönöm szépen!